Szeretettel köszöntöm Önöket. Ismét itt vagyunk, ismét hétvége. Így van, ezúttal is aktualitásokkal és érdekes információkkal készültünk. Többek között elkezdődött a Kőszegi Várszínház. És a nyári napsütés ellen is lehet védekezni természetesen, szó szerint természetesen, ugyanis igyekeztünk megtalálni azokat a bioanyagokat, sikerült is egyébként, amikkel jót tehetünk a bőrünknek. Nagyon szép színed van. Történt valami veled a héten, amiért ilyen szépen kipirosodott, illetve kibarnult a bőröd? Felvettem ezt a piros ruhát ezen kívül. Csak azért, mert voltunk bodzát szedni is. Igen, igen. Ez így van, és hogyha most meg tudjuk mutatni, illetve én meg tudom mutatni, az asztalon láthatják ennek az eredményét. Ennél persze sokkal többet készítettünk, és megmutatjuk azt, hogy hogy kell igazán finom bodzaszörpöt készíteni. A Csabi tudta egyébként. És ha már kaland, ma kezdődik az Eszti Mesék című sorozatunk Gáspár Eszterrel. És persze pünkösdölünk is majd. Aztán még egy jó hírről beszámolunk, ugyanis most hétvégén is... Szavária Fórum. Majdnem mondtam, hogy mi újság, de hát mondom is. A többi között szó lesz benne a Szavária Történelmi Karneválról, ugyanis megvan a költségvetés, kiderült, hogy milyen programok lesznek, sőt, már önök is hozzájuthatnak, hogy konkrétan, pontosan hol és mit kell erről tudni, azt majd a Szafóban meglátják. Csak úgy, mint a... Pedagógus napról is esik néhány gondolat. Aztán hiszen... a fogadóra, igen, hiszen pedagógus nap volt, de ezt már látták a tévében szerintem. Így van. És ha már itt tartunk, fogadóra, ezúttal Horváth Attilával szintén a Szamária Fórumban, meg hát a táncversenyről is lesznek pillanatképek. Remélem, jól mondtunk el mindent. Hát, ha nem, akkor... Uram, bocsánat, én voltam a hibás. Na jó, ketten együtt, de szeretettel köszöntöm a stúdióban első aktualitásunk miatt behívott vendégünket, Póca Zoltánt, a Juri Sicsvár Művelődési Központ és Várszínház igazgatóját. Szervusz! Szervusztok! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát Kőszegi Várszínház, ugye hagyományokról évről évre megrendeződik, és most már el is kezdődött a programsorozat. Mit lehet erről pontosan tudni? Így van, május 31-ével nyitottunk tulajdonképpen Ilovszky Béla fotókiállításával, aki 40 éve színházi fotós, és hát nagyon fantasztikus fekete-fehér képeket készített. Ez egész nap megtekinthető a várban, illetve természetesen a színházi előadások szünetében. Reméljük, hogy sokan fellátogatnak a lovagterembe, és akkor még inkább bevésődik nekik, hogy igen, nekik színházba el kell jönni legközelebb is, hogy ezeket a fantasztikus arcokat és figurákat lássák. Emellett a program mellett aztán már volt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából egy zenés verses összeállításunk, illetve ma este a Kőszegi Vonósok koncertjére várjuk a kedves érdeklődőket, hiszen a Mozart család címmel fognak egy összeállítást játszani. Holnap meg Kaviár és Lencse, többek között Harsányi Gáborral, Sáfár Anikóval, hogy csak azokat említsem, akik Kőszegen is elég sokat játszottak, de Várkonyi Andrást is említhetném. Egy igazán kiváló bohózat, akinek erre van indulása, az azt gondolom, hogy jöjjön és látogasson el, és ezekkel a régi öregekkel igazán jót lehet bohóckodni, hiszen maga a sztori is egy olyan, ami hát eleve kacagtató helyzeteket teremt, hiszen egy célhámosról van szó, aki mindenhova befurakszik, és minden fogadásra, minden eseményre, mint meghívott vendég megérkezik, és egy idő után úgy tűnik, mintha ő lenne a társaság központja. Persze egy idő után előjönnek a problémák és lebukások, de nagyon-nagyon sok komikus jelenettel aztán ezen úrrá is lehet lenni. Ezért a cím is, hogy Kaviár és Lencse, hiszen ő a fogadásokon kaviárt fogyaszt, tehát otthon nagyjából csak a lencsére futja. Hát végül is mindegyik finom egyébként, ha már itt tartunk. Nagyon ügyeltek arra mindig, hogy igazán vidám és jó hangulatú legyen minden előadásotok. A kezdetektől így van ez, ha jól emlékszem. Idén van-e valami újdonság, vagy mi az, ami mondjuk a legviccesebb előadás lesz, azt már tudjuk? Hát ezt nem tudom megmondani innen, mert mindenkinek más a viccfoka, tehát vannak itt Harsányi Gábor viccfoka, nem? Én nekem nagyon nagy kedvenceim a
Mucsi Scherer katona trió, akiket idén Martó Robi is kiegészít majd, hiszen a Piszkosak című darabbal fognak ők érkezni, és hát Scherer Peti ráadásul ugye szombathelyi származásuként azt gondolom komoly rajongó táborral is rendelkezik. Én őket nagyon szeretem, az ő humorukat, az ő minden egyes megnyilvánulásukat, de azért a humoros előadások mellett próbálunk figyelni arra, hogy olyan fajsúlyosak is bekerüljenek a repertoárba, ami adott esetben talán nem is klasszikusan a szabadtéri színjátszáshoz tartoznának. Például a bemutatóink közül meg kellene említenem a Szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal. Készülünk egy közös bemutatóra, akik Jeles András átdolgozásában és rendezésében fogják majd nálunk bemutatni a Boldog Herceget, aminek már ugye zajlanak a próba folyamatai és a munkálatai. Emellett a következő bemutatónk majd Gergye Krisztiánnal lesz, aki Levitáció címmel hoz egy darabot az elmúlásról, a halálról, a büntetésről. Egy nagyon, nagyon fajsúlyos, táncos produkciót, hiszen ő kőszegi származású művészként évek óta visszatér hozzánk. És a harmadik komoly bemutatónk, amit kifejezetten a fiataloknak készítünk, az pedig a Cinnober hadművelet nevet viseli. Itt pedig a Soltis Színházzal és partnereikkel fogtunk össze. Itt pedig igazából a fiatalok között elterjedt erőszakról van szó. Annak nem csak a fizikai formájáról, hanem adott esetben a közösségi médiában megjelenő erőszak, vagy hogy mondjam, túldominancia, amikor egy-egy véleményformáló erő tud egy fiatal, érzékeny lelkű gyermeket elnyomni, ha szabad nekem már így öreg emberként fogalmazni, aki aztán ebből különböző lelkisérüléseket szenved. És hát az is érdekes, hogy aki ezt egyszer elszenvedte, ő, amikor majd ő lesz adott esetben domináns szerepben, ő is ezt fogja tenni, vagy éppen amiatt, mert egyszer érintett volt, sokkal megértőbb lesz, és nem vágyik erre a szerepre. Ez is egy izgalmas előadás, ami talán nem a hétköznapi humoros nyárestéről szól, de hát természetesen, ha nyáreste, akkor nagyon sok zenés előadásunk és programunk lesz. A negyedik saját nagy bemutatónk az idei évben a Csoportterápia lesz, ami ugye a Madách Színház egykori pályázatára érkezett pályamű, egy magyar darab, 6 ember, 6 felnőtt érkezik Csoportterápiára, 3 hölgy és 3 úr, akik aztán a hétköznapi problémáikat próbálják ugye így a csoportban feldolgozni, kinek-kinek különböző irányultsága, problémája, családi baja és egyebek kapcsán, de mivel ez egy musical comedy, természetesen a megoldások és az érzelmi kitörések azok általában dalban csendülnek fel. Az idei évben gondoltuk, hogy egy igazán teljesen zenés darabbal próbálkozunk, hiszen ezt majd 8 előadásban lehet látni július közepén, és a Nemzeti Színházban kezdődnek a próbái. De hogyha a közeljövőre akarok utalni, akkor június, tehát 6. hó 12-én lesz Pöttöm Színházunk, ahol a legkisebbeket várjuk, majd ott fognak mászni a lovakteremben a gyerekek zenével, hanggal, egy kis mozgással, hogy aztán este pedig a táncórákban visszajön Ulva Mónika, aki ugye tavaly játszott a fő darabunkban, és aztán a Pál utcai fiúkat meg sem említem, mert nincs rá jegy, vettünk már plusz előadást belőle, nem tudunk többet venni, ne is hívjanak minket, nem tudunk többet. Eladtunk belőle 2 előadást, és teljesen pillanatok előtt elfogytak a jegyek rá. Úgyhogy, de van még nagyon sok előadásunk, amire várjuk. És pont ezt szerettem volna mondani, hogy hoztál nekünk műsorfüzetet, ami egyébként igencsak hajaz a plakátra is. Beszéljünk erről egy kicsit, próbálom is mutatni a kamerának, mert hogy biztos vagyok benne, hogy a nézők nem tudták mindezt megjegyezni, amit te most így elmondtál, de ebben utána nézhetnek. Igen, illetve a kőszegivárszínház.hu-n természetesen megnézhetik, illetve hát 7000 lakcímre postáztunk ilyen műsorfüzetet, azok a kedves látogatóink, akik az elmúlt években bejelentkeztek, hogy szeretnék, hogy kapjanak ilyen műsorfüzetet, nekik elpostáztuk, és remélem, hogy a héten mindenkihez odaér már. A design, az idei design pedig Trifusz Péter munkája, vagy alkotása, ha szabad így fogalmazni. Hadd szólja közben, a plakátok, azok nagyon jelentősek, ugyanis minden évben kifejezetten kreatívak, és minden évben művészi alkotások, szokott lenni plakátkiállítás, és ezt csak úgy hozzáteszem a nézők
kedvéért. Hát igen, mondom, Trifusz Péter, ami a dizájnerünk, nagyon minőségi munkát végez, nagyon büszkék vagyunk rá, és örülünk, hogy nekünk van. A budapesti sajtótájékoztatón is több kolléga kérdezte, hogy kivel dolgoztatok, nagyon jó a munkánk. Mondta, hogy nem adjuk, igen. Egyébként meg itt lakik nálunk, nem is akarjuk, hogy elmenjen. Egyébként Péter többek között a Mesebolt Bábszínházban is dolgozott már díszlet tervekkel, egyebekkel. Nagyon kreatív fiatalember, reméljük, hogy amíg még én vagyok, addig ő még bőven ki fogja húzni. A mai dizájnban, vagy az idei dizájnban pedig ugye itt van az a szék, amely mindannyiunk alatt illeg-billeg mozog, de egyben az égbe repít, és a színházi léthez is utal. Az első oldalán pedig itt vagyunk a kollégákkal, a vezető kollégákkal ezen a széken, hiszen mi vagyunk azok, akik várjuk majd a színház látogatót a kapuban, mi leszünk azok, akik valóban jó vendéglátóként szeretnénk ott lenni minden este, és valóban, hogy úgy mondjam, nem felbérelt kedves hostessekkel, hanem saját arcunkkal vállalva estéről estére várjuk a látogatóinkat. Ha már itt tartunk, én néha, hát az a helyzet, hogy én nagyon az utolsó pillanatra szoktam mindig mindent hagyni. Természetesen a jegyvásárlást is. Mi következik ebből, szerinted? Igen, nagyon gyakran lemaradtam előadásokról, ugyanis hát az utolsó pillanatban már általában nem találok jegyet. Már egy-két nappal előtte sem. Ezt azért hangsúlyozzuk, hogy időben kell gondolkodni. Tehát mennyire időben? Hát például a Pál utcai fiúknál már nem tudok időben gondolkozni. A többi előadásokra még minden előadásra van jegyünk. Természetesen azt tudni kell, hogy és engem kell emiatt utálni, az én filozófiám az az, hogy ugyanakkor árban adunk minden jegyet. Ez is azt próbálja a nézőknek sugallni, hogy időben vásárolják meg a jegyet. Mert lehet, hogy előző nap is kapnék jegyet, de lehet, hogy a utolsó sorba, vagy a legtávolabb a színpadtól, vagy a legszélére, mert a többi az már elfogyott. Egyébként alapvetően a kőszegivárszínház.hu-n, hogyha látják a programot, akkor ott megtalálják a telefonszámunkat, telefonon le kell foglalni, és az a legegyszerűbb, ha utána a kollégákkal lebeszélték, hogy hova szól a jegy, előre utalással kiegyenlítik a jegynek a díját, és akkor utána elegendő a helyszínen átvenni. Az utóbbi időben ez a legbeváltabb jegyértékesítési rendszer, ami teljesen egyedi és csak Kőszegen van. Mi, vagy mondjuk úgy, hogy én nem vállaltam azt be, hogy ilyen nagy multikon keresztül vállaljuk be a jegyértékesítést, mert én bevallom őszintén ezt a pár millió forintot nagyon sajnálom, hogy ők ezért elkérnek. Úgyhogy inkább közvetlenül próbáljuk a jegyértékesítést megoldani, kedves kollégák várják a telefonhívásukat. Még egy utolsó gyors kérdés. Az első napok mindig nagyon sarkalatos pontok szoktak lenni. Tervezhetnek így az érdeklődők, hogy meg lesznek tartva esetlegesen az eső miatt elmaradt előadások? Persze, lett akkor esernyő közben a várudvar fölött. Nem, hát ugye első napot kell megmondva tervezni. Én azt szoktam mondani szezon után általában előtte nagyon nagyképű, hogy azért van az első nap, hogy akkor essen az eső. Egyébként ebben is speciális helyzetben vagyunk a többi szabadtértől eltérően, hogyha nálunk esik az eső és ott van a közönség, akkor be tudna menni a várba, tehát mindenki fedél alá menekülhet. Egyébként, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt volt egy július 12-e, amikor itt Szombathelyt is egy nagyon nagy vihar elverte, az valamikor olyan 6 óra körül, és akkor mondták, hogy jön még egy adag. Mi a kollégákkal viccelődtünk, hogy hát persze, és te mondtam, hogy figyeljetek, becsüljük meg a közönséget, mondjuk el nekik, nem hittük el komolyan, fáradjanak be az udvarra, fáradjanak be a lovakterembe, nézzék meg a kiállítást, minden. Betettük az ajtót, és Kőszegre is lecsapott az óriási vihart, én Pendeig. Tehát nekem olyan 6-7 méteren volt az ajtóig, hogy én átmegyek az irodába, és Pendeig eláztam, de az volt a szépség, hogy ezek után jó idő lett. Szóval én megkínálhatunk egy kis bodza szörpel. Az a helyzet, hogy ezt mi csináltuk, mi készítettük néhány nappal ezelőtt, de remélem, hogy elég finom lett. Néhány napot állnia kell, hogy igazán finom legyen. Remélem, hogy jól készítettük el, és ha finom, akkor megmutatjuk önöknek, hogy is kell ezt elkészíteni. Zoltán, kóstold meg! Köszönöm szépen a meghívást is. És köszönjük, hogy eljöttél és felvilágosítottál minket a Kőszegi Várszínház idei programjáról. Én ajánlom. Akkor hát lássuk, hogy készítettük. Pacsa!
Úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget. Minden tele van bodzával az összes útszéle, de mint tudjuk, hiába szednénk, ugyanis az útszéli bodza az sajnos hát nem annyira tiszta, mint a réten lévők. Dorottya azt mondta, hogy ő tud egy jó kis bodza lelőhelyet. Igen. És mindjárt meg is mutatja nekünk. Csabi pedig azt mondta, hogy ő tud bodzaszörpöt készíteni, bármilyen hihetetlen, és tényleg így van? Így is van, de lányok, ne szaporítsuk a szót, én már szomjas vagyok, úgyhogy menjünk. Gyertek, megmutatom a titkos helyemet. Ez elég magasan van, úgyhogy a Csabira bíztam. Ott az kéne, ott a tetején, az jó nagy tányér. Most ugrik a bodza a vízbe. Szóval, az a helyzet, hogy szedtünk, de csak annyit, amennyi abba az üvegbe kell, legalábbis a Csabi azt mondta, hogy ez így elég, úgyhogy nincsen tele a kosár. Ennek ellenére azért van bőséggel, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Így van, és hát ugye ezt lehet róla tudni, hogy nagyon-nagyon nagy tápanyaggal rendelkezik, úgyhogy ahogy a vízt, mi egyébként meg szoktuk mosni, de jelen pillanatban azt beszéltük, hogy nem. Én erről lemondtam, ugyanis én bízom a hőkezelés jelentőségében, és mivel tűzforró vizet, forrásban lévő vizet öntünk majd rá, ezért én azt gondolom, hogy a bacikat, meg egyéb ilyen káros anyagokat, sőt a kártevőket is, bár szerintem tiszta, amit szedtünk, én legalábbis figyeltem, biztos ti is. Így van. Tehát ezeket elpusztítja, úgyhogy én bízom ebben, és én nem szeretnék a virágporról lemondani, hiszen a legtöbb értékes hatóanyag a virágporban van. Akkor hogyan tovább? Hát az emlékeim szerint a víz az lesz a legutolsó fázis, először nyilván a megfelelő virágokat kell tömbösítenünk, és hát a hozzá. Tehát ami nekem megfelel, oké, akkor nekem megfelel ez. Szép, lassan, kényelmesen. Azt számít, hogy egymásra kell tenni, vagy valami ilyesmi, tehát hogy így szépen tegyem, vagy nem tudom. Annyira nem, hiszen ugye a vízből kifogázni. Mennyit tegyek? Tehát így nagyjából így a tetején. Majd menet közben megkérjük a Dorottyát, hogy segítsen és hozzon nekünk egy kis cukrot és citromot, és akkor menet közben ilyen rétegesen betesszük, mert akkor így jobban összekeverődik, úgyhogy megkérem a kis kuktánkat is, hogy közben azért hozza. Dorottya! Köszönjük szépen! Szóval. Nagyon jó. Mind a kettőben cukor van, ugye? Nem tettél egyikbe sót véletlenül? Jól van. Citromokat is nyugodtan hozhatod. Jó? Köszönöm. Figyelj, ez hogy működik? Minél többet teszek bele, annál finomabb? Mert akkor Szirupos lesz. Még teszek bele. Még teszek. Köszönjük, megérkezett a citrom. Cukortól lesz szirupos, teszem gyorsan hozzá, ugye ez ahogyan kiázik, ebben csak sokkal jobban színezi, illetve az ízét veszi jobban át. Tegyek, vagy ne tegyek még nyugodtan tesz, egész nyugodtan. Akkor még ez beleteszem. Minél több van, még egyet, oké. Okay. Igen? És akkor egy kis citromot, illetve cukrot mindenképpen tegyél, és a tetejére még további. Ez nagyjából fél kiló cukor. Így van. Talán valamivel kevesebb, mint fél kiló. Akkor fél kiló, így van, kiszámolt. Dorottya, gyere ide, önsd bele, te légy szíves. Ha elrontjuk, akkor elrontjuk, átfogjuk, úgyhogy tessék, tehát akkor önsd bele, kérlek. Egészet, így van. De remegem a kézet, csepp sem maradjon ki. Nagyon jó. Én közben ide készítem a citromot. Fogalmam sincs még mindig, hogy mennyi kéne bele, Csaba, ismétel. Minél többet, annál jobb, az adja meg az ízét. Parancsolj, kérlek. Dorottya, hajrá! Na, tegyél sok bele, nyugodtan. Egész nyugodtan, aha. Oké. Okay. Nagyjából mennyit? Egy egész citromnyit kellene beletenni? Hát, kettőt-hármat azért célszerű beletenni, az adja meg a színezését is. Mármint kettő-három egész citromot, igen. Vagy pedig kettő-három komolyan? Kettő-három olyan sokat? Igen. Azt a mindenit. Nem lesz túl savanyú? Nem, ugye a cukor az ellensúlyozni fogja. A kiházását segíti. Szuper, köszi! És akkor jött a következő réteg. Milyen következő réteg? Maradék virágból.
Mi? Ja, hogy kell még réteg. Jaj, bocsi. Azt a mindenit. Oké. Okay. Biztos, hogy lesz elég virágunk? Hú, lehet, hogy még csak kevesebbet szedtünk, mint kellett volna. Ha-ha, ja-ja. Elég lesz ez csak? Elég, jó. Akkor álljunk így meg, oké. Okay. Jól mondja Dorottya, akkor visszamegyünk, azt mondja. Oké, okay, és elég lesz, és akkor azt leöntjük majd vízzel. Uh-huh. Ugyanis van még üvegünk, és azt is meg fogjuk tölteni. Mit szóltok hozzá, csajok? Mivel nincsen elég bodzánk. Megoldjuk. Tényleg visszamegyünk. Igen, tehát... Ezt is nyugodtan pakoljátok tele. Jó. Én pedig addig előhozom nektek a vizet, illetve a cukrot, hogy átteszem hozzátok. Aha, fogom. Sülögjünk, forogjunk. Igen. Én pedig a forró vizet már hozom is. A forró vizet már hozza is. Vigyázz, figyelj, ha leöntöd bármelyikünket, én nem is tudom. Akkor mindig a férfiakra marad a nehéz munka, amit látszik azért gőzölök, tehát nagyon-nagyon forró. Dorottya, óvatos légy, gyere kicsit hátra. Úgyhogy... Nem kell sikoltani, lányok, öntöm magamra, öntöm. És ennyit a baciról, jól van. Jaj, de szép! Nem baj, hogy nincs tele? Vagy nem, hogy? Nem, ez úgy is lehet kiszámolva, hogy inkább aha, több hely legyen, mint kevesebb. Aha. Definitely. És nem kell lefedni valamivel? De lehet fedni, de azt az első percben annyira nem javallott. Á, vagy pedig szagold meg. Én már érzem az illatát. Szerintem Dorottya, még ne fedjük le. Az a helyzet, hogy annyira finom illata van, hogy én szerintem ezt vétek lenne még egyelőre valamivel, bármivel is laborítani. És most adunk egy új feladatot a kis kuktánknak. Megkérjük, hogy keverje meg. Ugye a cukornak fel kell olvadni. Ügyesen. Bátran, erőteljesen. Úgy. Azaz. És jól megnézed, a citromon kívül már a színezését meg is adta, azt az egy kis sárgás beütést, úgyhogy a víz az már nem tiszt. Na mondtam én, hogy maradnia kell annak a sok pollennek. És ott is van, ott is van akcik. Ugye ezt célszerű egyébként az elkészítését követően leszűrni egyértelműen, illetőleg ízesítésbe és tartósítószert is, hogy el akarjuk tenni. Uh-huh. Én közben beleöntöm a cukrot a másikba is. Hát remélem, minden, hogy ez... Igen, ugyanakkora volt, csak rendben. Másodlő. Oké, okay. És akkor ismét a citrom. Ügyes. Ja, és nagyon fontos, hogy én valahol azt olvastam, és szerintem célszerű is ezt betartani, hogy az összes gyógynövény, teát, mindenfélét, ami gyógynövényből van, úgy kell készíteni, hogy fém ne érje lehetőség szerint. Közben csörög a telefonom, de most az a legkevesebb. Megkérünk itt valakit, hogy némítsa le lehetőség szerint. Ugyanis szerintem ez most mindennél fontosabb. Hát csináljunk jó savanyút belőle. Mit szólsz? Ráletettük az összes, majdnem az összes cipron. Ez de jó. Oké, kérjük a forró vizet. Én nem merem, majd te. Nem is kell. Én keverem. Az előzőt azt megoldotta. Azaz, csinálj úgy. Szóval fém ne érjen hozzá a gyógynövény főzetekhez, ez nagyon fontos. Kezeket, lábakat fedezékbe. A dermántolunk. Jó. Jaj, de jó. De ugye milyen jó illata van. Gyakorlatilag, ha jól értem, Csabi, most teát főzünk. Így van, egy gyógynövény készítményt, amit ugye, ha lehűl, és a szirupossága, a citrom, illetve a cukor, mint szirupossá válik, így válik szörpé igazából. Á, értem. Tehát minél töményebb az alaprésze, annál inkább kiáztatjuk, annál inkább szirupossabbá válik a cukor miatt. Tehát, hogyha otthon sima teát csinálsz, és nagyon-nagyon cukrosan, szirupossan csinálsz, meg ugyanilyen szörpöt lehet belőle készíteni a bódzás. Jut eszembe, Dorottyáik még valamit szoktak beletenni, valami tartósító. Az egyik, abban már tettünk, azt a Dorottya az előbb elkeverte, viszont ebbe azért még itt teszünk bele, ha jól látom, így is van. Nátrium-benzoát. Így van. És ezzel... És ugyanúgy kevered meg, légy szíves, nagyon szépen köszönöm. Gyakorlatilag készen is vagyunk, pontosabban csak annyira, hogy a következő pár napban állni hagyjuk, természetesen lefedve, és megmutatjuk majd a tévénézőknek, hogy mi készült belőle, sőt, a kollégákat meg is kínáljuk, megígérem. Érdekli a szombathelyi közélet? Szeretne részletesebben hallani az aktualitásokról?
közéleti, politikai, oktatási, család, egészség és szociális ügyekről beszélgetek vendégeimmel. Tartsanak velem! Hétfőnként az esti műsorsávban műsorvezetőként érdekes témákkal, háttérbeszélgetéssel várom Önt is a képernyők elé. Csabi megkapta a jó részt, ami a bodzát illeti, én pedig egy kicsit kellemetlen, igen, valóban nagyon forró volt az a napsütés, akkor úgy tűnt, hogy le is égtem. Jó, ezt azért megúsztam végül is, bebarnult, nem érdekes. De nagyon jó színe van, tehát megéri bodzát szedni, más nem. És ha már itt tartunk, akkor maradjunk a napfénynél egy kicsit, mert hogy igazából arra akartam figyelmeztetni önöket, hogy vigyázzanak, magas az UV-sugárzás, és hogyha szeretnének valamilyen természetes krémet, amelyik megvédi az önök bőrét, hát akkor most figyeljenek. Forró nyári hónapokban a légkondicionáló berendezések, a napsugárzás, a nyaralás alatt a sós, klóros víz mind-mind fokozott igénybevételnek teszi ki bőrünket. Annak érdekében, hogy az esetleges bőrkárosodást, korai idő előtti öregedést, illetve a pigmentfoltokat elkerüljük, amelyek a bőrünkön jelentkeznek, emiatt célszerű a napi bőrápolási rutinunkat is megváltoztatni. Míg télen elsősorban a teljes, olajosabb állagú arctisztító részesítjük előnybe a bőrünknek a táplálása érdekében. Ezeket a nyári időszakban célszerű felváltani a könnyedebb, esetleg habosabb, illetve tonik állagú készítményekkel, mint például a kókusz, víz, arc és sminklemosó oldat. A nyári bőrápolásban fokozott figyelmet kell fordítanunk a nappali bőrvédelemre. Ezzel egyrészt megakadályozzuk a pigmentfoltoknak a kialakulását, a bőr idő előtti öregedését. Copacabana arckrémünk fizikai fényvédő faktor tartalmaz, amely mind-mind megakadályozza a szabad gyökképződést, és emellett egy rendkívül jól funkcionáló, mattító, könnyed állagú nappali krémet is kapunk ennek a használatakor. Az esti bőrápolásnál elsősorban szintén egy könnyedebb, zselésebb textúrájú anyagú krémzselét ajánlanák, ez a Solar Rouge arckrémünk, amely likopin tartalma révén rendkívül nagy mennyiségű C-vitaminnal lát jel bőrünket, ez nagyban hozzásegíti a bőr barnaságának a megőrzését, illetve a szabad gyökképződésnek az elkerülését. Tehát ez egy anti-aging hatással is bír ezzel a nyári időszakban, míg nem fogja elnázítani a bőrünket, és nem lesz diszkomfortérzet. Abban az esetben, hogyha valaki érdeklődéssel fordul termékeink iránt, és szeretne napi szinten meggyőződni arról, hogy helyes termékeket vezet be a bőrápolási rutinjába, akkor szívesen segítünk nekik itt személyesen is az üzletben, bőrápolási rutinunk összeállításában. Hosszú hétvége, pünkösd! Így van, 4 napos rendezvényén nőtték ki magát az a kis családias hangulatú szabadtéri rendezvény, ami mára már 10 000-eket vonzó könnyűzenei és gasztronómiai fesztivál lett. Ez a Gencsi Pünkösdi Fesztivál. Hatalmas szabadtéri bulira várnak mindenkit. Idén is várják a főszervezőket, az emberkéket is, szerintem mi is elmehetnénk. Még átgondoljuk, de egy biztos jó bulinak ígérkezik. Csabáti Pünkösdi Fesztivál 2019. 4 napos Pünkösdi Királyság. Szombaton Ocho Macho, Rod, Kowalski, Pagosi Brothers, Happy Gang és az idei világsztárok Alice DJ és a Brooklyn Balls. A
Parti Sátorban pedig Tomix, Dance Forever, Beat Junior és Fernando Fitz, Sheila, Nási Attila, Erős és Biggie Boy. Négy napon át tartó Dínomdárom három helyszínen, utánozhatatlan hangulatban. Kencsapáti Pünkösdi Fesztivál, június 7-8-9-10. Jegyek, bérletek és info a gencsapatipunkost.hu-n. Szóval szuper koncertek ígérkeznek. Eljössz velem az egyikre? Jó, ezt még meglátom. Nem vagyok egy nagy koncertre járós, akik ismernek, azok tudják, de jó, átgondolom. Szóval egy a lényeg, pünkösd, és ha már pünkösd, akkor két különböző szempontra kíváncsiak voltunk. Talán ez a két szempont nem is annyira különböző. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Jakab Bálint református lelkészt, illetve Horváth Sándor néprajzkutatót. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánunk! Hát én azt gondolom, hogy a buli után azért inkább kezdjük talán a népi hagyományokkal, illetve folytassuk a népi hagyományokkal. Mit tudunk a pünköstről? Viszonylag keveset, én azt gondolom, legalábbis a többi ünnephez, ünnepkörhöz képest keveset. Nem annyira látványosak, nem annyira általánosan elterjedt hagyományok kötődnek ehhez az ünnepkörhöz. Ami a legjellemzőbb, az a pünkösdi királyné járás, mint olyan. Tehát az azért országszerte elég jól ismert, elterjedt. De tulajdonképpen azt kell mondani, hogy Erzsébet királyné férjhez adásához kötődő hagyomány, ugye tudjuk, hogy a 13. században őt már ugye elviszik Németországba 4 évesen, és hát ugye ennek a kis királyné azért a kicsi a királyné, és nem nagy felnőtt ebben a játékban. És persze, ahogy a néphagyományokban szokott lenni, ennek van egy másik régebbi gyökere, egy pogánykori gyökere, amelyikkel pedig hát mindenféle rendszeresen termékenység és bőségkívánás, meg egészségkívánás van. Hát a bőség meg a termékenység az az egészséggel együtt jár egyébként. Na, de az nem a húsvét volt a tojással. Itt is ott van, hogy amikor a végén... Mégis még tavasz van. Ha fölemelik a végén, a magasra emelik a nagyobb lányok, akik kendővel takarják ugye a leánykát, akkor azt szokták mondani, hogy ekkor legyen a kentek kendere. Most éppen ugye kendernövésre kívánnak jót, mindenféle jót. Ez van, viszont vannak nagyon érdekes helyi, lokális szokásaink, amik talán kevésbé ismertek. Az egyik az most újólag fölújul nagyon szépen, a csepregi lófuttatás, a pünkösdi lófuttatás. A másik pedig Rába gyarmaton maradt meg, az pedig a tűzdobálás és a duroktatás. Na, az utóbbi az, amelyik egyébként liturgia szempontjából a pünkösd vallási réteg részéhez kötődik igazából, tehát aminek köze van a pünkösdhöz magához kimondottan. Akkor viszont lelkész úrhoz fordulok. Van ilyen még napjainkban? Tehát felhasználják a tüzet pünköst környékén az istentiszteletekhez, vagy azért erre nincs igazából lehetőség? Mennyire szokás ez? Hát magában a liturgiában nem mondanám, nem is szabad, mert ugye tűzvédelmi kap miatt azért senki sem játszik, mert a templom van a tűzzel, de a pünkösdi történet ugye a Bibliában, ami az apostolok cselekedeteiben van megírva, az arról beszél, hogy a Szentlélek az tűz formájában szállt le az égből azokra, akik ott voltak az első pünkösdön Jeruzsálemben, az apostoli igehirdetés nyomán, és hát ugye ez a kezdete a keresztény egyháznak, ekkor alakul meg az első keresztény gyülekezet, akik aztán onnan Jeruzsálemből 3000-en szétszélednek a római birodalom minden területére, és hát így indul el az a történet, aminek az egyik megfogható ünnepe a pünkösd. Erre nekem kontráznom kell, bocsánat, mert hogy szó szerint égő kanócokat dobáltak le még a barokk templomok tetejéről is, padlásáról is, hogy a még érzékletesebbé tegyék ezt a bizonyos tüzes nyelvek, a lángnyelvek leszállását egykoron az apostolokra. Dobálták a rózsaszirmokat is, ugye ez a rózsa ünnephöz kötődően jelent meg, meg még galambokat is beengedtek, hiszen ugye a Szentlélek galambképében is száll. Ha ezt a tűzfoltokat. Hogy az írni, olvasni nem tudó analfabéta hívő emberek is értsék, hogy miről szól a pünkösd, megjelenítették szó szerint. Érdemes figyelni a templomokat, azoknál a templomoknál barokkban még megvolt, ahol szép nagy, hát aránylag szép nagy lukak vannak a boltozat közepetáján,
azok többnyire nem azért készültek. Van, amelyik azért van ott az aluk, mert hogy a csillárt, tehát a gyertyacsillárt tették oda, de egyébként a nagyobboknál e célt szolgált a dolog, hogy dobálták az égő kanócokat, ezzel jelképezve, ezzel tudatosítva a pünkösdi szentlélek leszállást. A borzajárás mennyire követik, illetve mennyire van még meg a néprajz hagyományokban, mennyire követik a népek? Létezik ugye még? Nem nálunk, ez ugye a közvetlen szomszédunkban egyházas falu és így környéke, van. De mondjuk én egyházas faluban gyűjtöttem, forgattok is annak idején a Királyi Televízióval dokumentumfilmnek, szerintem már nem tartják. Tehát akkor is úgy kellett összehozni, hogy a rekonstrukcióban mutassák meg. Hát ez viszont tényleg ahhoz a pogánykori hiedelemhez, a grászkőnik, tehát a fatisztelet, a faszentek, ha szabad így fogalmazni, a fák mint szentként való fák tisztelete korában nyúlik vissza. Magát a májusfát is egyébként többfelé pünkösdi fának nevezik. Tehát ilyen nagyon érdekesen kapcsolódik össze, kontaminálódik ez az egész történet. A borza király az ez a kategória, hiszen egy nagy zöld sátrat, harangot csinálnak arra a fiúra, aki a hordozója maguknak ezeknek, aki maga a borza király, akit megjáratnak, akik babuta-babuta, hajolj meg, stb. Szövegekkel ugye kísértek, és hát nyakon öntötték ezt a zöld harangot, hogy zöldeljen a természet, hogy zöldeljen. Ezt mondjuk a horvátoknál, tőlünk délebre, ott a Zeleni Juraj, a Zöld György járt hasonló, meg ott még jár is többfelé, hasonló zöld harangban, ugyanígy nyakon öntögetik szegényt minden alkalommal, ahová köszönteni tértek be ezek a kísérettel együtt ezek a csoportok. Minek köszönhetően van ekkora különbség mondjuk az összes többi ünneppel, ezt akár vallási szempontból, vagy éppen a néprajzkutató szempontból kérdezem, hogy mondjuk a húsvéthoz képest azért valamelyest háttérbe szorul az összes többi ünnep között? Most karácsony vagy épp húsvét, de ugyanígy. Hát azért van ez, ugye amit én mondtam a templomokban, hogy nincsen tűz, az az utóbbi 100 év, illetve a korunk. Természetesen ilyen szigetek vannak néprajzilag azon a tájon, ahol én vagyok, ott pünkösdi királyválasztás volt, és a legények ügyességi története is egy évig ingyen ihatott a kocsmába, én még ilyen nem vettem részt, nem voltam sosem pünkösdi király, de szóval helyileg megvannak ott is, ahogy változott, érdekes az úgynevezett rendszerváltása, gyakorlatilag ilyen hogy mondjam, nagyon gyorsan kihaltak ezek, nem tudom miért. Addig még őrizték, és akkor valószínű, hogy a falusi közösségek, meg illetve a hagyományos közösségek felbomlásával, illetve elfogyott az utánpótlás, azok a fiatalok, akik ott voltak egy ilyen zárt közösségben. No, és visszatérve, hogy miért nem hasonlít, vagy miért maradt le úgymond a pünkösd a húsvéthoz, vagy akár a karácsonyhoz képest, azért, mert ehhez olyan külső, tehát a komerciális világból hozzárendelhető külsőség nincsen, amit mondjuk a karácsony elvitte, ugye az az ajándékozás ünnepe, vagy a szeretet ünnepe, a húsvét pedig a nyúlnak az ünnepe, és ezek a külsőségek elvitték a vallási tartalmakat, ezt be kell ismerni, hogy ez így van. A pünköst, hála Istennek, az nem ilyen. Tehát oda nem sikerült még semmit úgy mellé rendelni, amit a modern komercializálódott világ oda tudna tenni, és éppen ezért nagyon sok ember nem is tud mit kezdeni ezzel az ünneppel, legfennebb annyi, hogy ami már a húsvétnál is tetten érhető, vagy karácsony új évnél, hogy a wellness központokat lefoglalják gyorsabban, de ezt én személyesen vallási szempontból és a hit szempontjából nem tartom rossznak, hogy ide nem sikerült még olyasméket hozzárendelni, ami elvenni. Ezzel együtt viszont az is benne van, ugye, hogy az embereket nagyon nehezebb is, hogy mondjam, megszólítani abban az értelemben, hogy ennek a tartalmát úgy komolyan vegyék, mert amihez nagy külsőség nem kapcsolódik, most leszámítva a csíksomolyi búcsot, ahová mennek, de én most arról beszélek, mondjuk ezek a közösségek, ahol mi vagyunk, és a kis közösségek, bár nálunk reformátusoknál most van a konfirmáció, ez egy gyönyörű ünnep, mert ilyenkor messziről eljönnek, nálunk országhatárokról is eljönnek családi hozzátartozók, és összejönnek családok, mert ilyenkor pünköstkor van a konfirmáció éppen a Szentlélek kiáradásának következményeként, és
tele van a templom, és valóban ilyenkor az a csendesség van, és az a tűz, ami, más, amit máskor elvisz a külsőség, vagy más ünnepkörökben elvisz a külsőség. Ami biztos, hogy én megszokhattam azt, hogy pünköstkor misére kell menni, és nem csak vasárnap, hétfőn is, hiszen ugye vasárnap és hétfő is pünköst. Így van. Ilyenkor miért más misére menni? Én nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor egy kicsit más hangulata van mindennek. Ugye említettük többek közt a konfirmációt például. Beszéljünk egy kicsit erről, ha kérhetem. A konfirmáció ugye most már megoszlott, de régen ez hagyományosan úgy volt, hogy a gyerekek, hát gyakorlatilag mikor az értelmük megnyílt, mindig kötődtek a közösséghez, én is kisgyerekkortól jártam. Ez ma már nem ilyen általános, de ennek a maradványai még mindig itt vannak a mai közösségekben is. Tehát a családok mentek az Isten tiszteletre, családok mentek a templomokba, és a gyerekeknek eljött a korban, a 14 éves korban az, amikor mi így mondjuk, hogy már önállóan, tehát öntudatosan tudják vállalni, tehát meg tudják vallani a hitüket nyilvánosan, hát egy 14 éves gyerek annyira, amennyire, de ugye ez így alakult ki az évszázadok folyamán, hogy van egy olyan pont, ahol, ami most a felnőtté válás, a 18. életév, és ugye ehhez jogilag sok minden kötődik. Egyházi vonatkozásban a 14 év volt az, amikor úgymond ő önként vállalta azt, hogy oda tartozik, és erről hát a közösségben megnyilvánult. Ez volt a hitvallás tételi része, és a másik oldalon volt a befogadás, amit a közösség liturgikusan megtett, és hát nálunk ekkor van az első úrvacsora, mi a katolikusoknál az áldozás. Tehát ugye ez a nagy váltópont, és ilyen értelemben aztán ennek volt egy néprajzi lecsapódása, az, hogy a konfirmációt követően a lányoknak számítottak, a fiúknak számítottak, tehát önállóan például voltak olyan közösségi alkalmak, ahová csak úgymond a nagylányok meg a nagyfiúk, és ez volt az a fordulópont, ahol már nagylányá is nagyfiúvá vált, ilyen értelemben, hogy már elfogadták a többiek, akik még idősebbek voltak, befogadták abba a közösségbe, mert te konfirmáltál, akkor jöhetsz közénk, mert hát valami ott van mögötted. Vártam, ami hogy ez... Láttam a bólogatást. A konfirmáció, az ugye a katolikusoknál a bérmálkozás. Bocsánat, a bérmálkozás. A bérmálkozás, ugye igen. Katolikusoknál külön válik az első áldozás és a bérmálkozás, tehát az ésszel értelemmel felnőtt hitként való felfogása a hitelveknek, meg egyáltalán ennek a megnyilatkozása. Ez egy kicsit ugyanúgy későbbre van tolva, viszont magának a Szent Ostjának igen, az korábbi, az korábbi nálunk, az nálunk ott az alsó tagozatos korosztálynál már megtörténik, és ugye ugyanebben a korszakban körülbelül ez a végzős általános iskolások, kezdő középiskolások, ha a régi rendszer szerint nézzük, ugye, akkor ez az a korosztály, aki... Igen, de mondom, ez a szép nálunk, ez volt, én is ebben nőttem bele, hogy mikor konfirmált valaki, ez nem csak ilyen... esemény, tehát olyan értelemben volt vallási esemény, hogy valaki konfirmált, hanem az, hogy attól kezdve már tudom, el lehetett menni. Nálunk is egy ilyen vízválasztó volt, hogy akkor már édesapám elengedett éjfélig a diszkóba, addig csak 11 óráig, tehát ezek nagyon fontos események. Nyertünk egy órát. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, Jakab Bálint református lelkésznek, illetve Horváth Sándor néprajz kutatónak. Mi pedig megyünk tovább egy jó kis dologkal. Így van, hiszen a végére hagytuk a legjobbat az adásmenetünk folyamán. Jön az Eszti mesék Gáspár Eszterrel. Mai rovatunkban ellátogattam dr. Nedecki Iván nőgyógyászhoz, akivel a családtervezésről fogunk beszélgetni. Tartsanak velem!
családtervezés minden pár életében egy hatalmas nagy döntés, és gondolom sokan érkeznek hozzád azzal a kérdéssel, hogy hogyan is érdemes belevágni ebbe, hogyan kell felkészülni a folyamatra. Mit tudsz tanácsolni a nézőknek? Szakmailag ezt úgy apostrofáljuk, hogy ez a prékoncepcionális tanácsadás vagy gondozás attól függ, hogy valaki érintett prékoncepcionálisan és egy fokozott kockázati csoportot képvisel, vagy érintetlen. Százalékos arányban kb. 85% az, aki nem szorul prékoncepcionális tanácsadásra, és a maradék 15% igen. 85%-nak azt javasoljuk a női oldalon, hogy vegyen részt egy rákszűrésen, mielőtt gyereket szeretne, illetve hogy a párjával együtt éljen egészségesen. Tényleg nem kell nagy feneket keríteni a gyerekvállalásnak, az egészséges élet legyen droga, alkohol és dohányzásmentes elsősorban. Ezen kívül lehetőség szerint stresszmentes, hiszen a stressz is okoz legalább ilyen súllyal kockázati tényezőt. Mennyire érdemes nekiállni ilyenkor esetleg vitaminokat szedni? Én mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki egészségesen táplálkozik, és éppen nem a téli időszakot éljük a teherbeesésben, akkor nem kell bogyóba önteni azt, amit a szervezetünkbe viszünk, hanem meg kell találni az egészséges étrendet. A fogamzásgátló szedés az körülbelül 2 hónappal a tervezett teherbeesés előtt kell abbahagyni. A dohányzást pedig legalább 1/2 évvel. Tehát olyan sok, főleg a rendszeres dohányosoknál olyan sok káros érhatás van, ami aztán később a magzaton is kifejtheti a negatív hatását. Mire kell odafigyelni, hogyha már nagyon szeretnénk, nagyon vágyunk a babára? Hát mindazokra az életmódi dolgokra, amiket az előbb is említettem, tehát a mentességre és megadni minden jót, ami a főleg a női, de a férfi szervezetnek legalább ilyen fontos, hogy bevitelre kerüljön. Szabályos ciklusok esetén a 28 napos női ciklust figyelembe véve a 14. napon várható az ovuláció. Ha hosszabb a ciklus, akkor általában az utolsó menzesz mínusz 14 nap az ovuláció időpontja, és akkor ennek megfelelően kell nem életet élni. Azt kell figyelembe venni, hogy a petefészekből távozó petesejt 24 órán keresztül életképes, a hímivarsejtek pedig 48 órán keresztül, tehát ezt az élet görbét kell, vagy ezt az élet szakaszt kell egymásra helyezni, és akkor sikeres a próbálkozás. És hogyha sok idő eltelt, és nem jött össze még mindig a baba, esetleg lehet, hogy olyan probléma áll fent, hogy nem pontos az ovulációja, és nincs tisztában a pár ezzel? Van valami módszer arra, hogy ezt megvizsgáljuk, vagy esetleg eljön nőgyógyászhoz, vagy vannak-e ilyen tesztek, amik ezt kimutatják? Mindig úgy gondolom, hogy az orvoshoz fordulás az egy betegség, tehát minél többet kell próbálkozni otthon, és erre való az ovulációs teszt. Tehát az ovuláció pontos időpontját így vizeletből meg lehet határozni. És akkor orvoshoz akkor kell fordulni, hogyha eltelt az 1 év sikertelenül. Thank you.
visszatért mai műsorunkba. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és kellemes hosszú hétvégét kívánunk Önöknek. Szép napot!